A Tolna Némedi sportpálya harmadik alkalommal adott helyszínt fogadhajtó versenynek, ahol akadályhajtásban kellett bizonyítania a résztvevőknek. Mivel most már nincs is foci csapatunk, ugye megszűnt a településen a sport, így hát a focipályát tudjuk használni, de elsősorban ugye a talaj minősége is megfelelő arra, mert tehát nem tennénk kárt, hogyha foci csapat is lenne, mert olyan kemény a talaj, hogy nem csinálnának a lovak meg a kocsik árt benne. Mellette meg, hogyha körbenézünk, ugye a panoráma, itt a dombok között fekszik ez a kis sportpálya, tehát egy nagyon szép helyen történik ez az esemény. Ez már teljesen kihalt a lovas fogalom a településen, sőt szerintem a környéken sincsenek már igazából nagyon. Egy az, hogy sokba kerül is a lovaknak a fenntartása, ugye régen a szegény ember állata volt a ló, tehát minden háznál volt, vagy legtöbb háznál volt ló. Ugye ezek itt az idővel, meg a modern világ egyre jobban fejlődéssel, ezek így megszűntek a településen. De magában az esemény, tehát magában a feeling ennek a rendezvénynek, az meg egy olyan szép történet, hogy én igyekszem ezt megtartani, amíg legalábbis lehetőségem van rá. De nagyon szeretik, tehát tényleg imádják a lovakat, annak ellenére, hogy nincs a környéken. Ugye itt jelen esetben ugye a fogadhajtó versenyen azért egy kicsit jobban, szebben a lovak is jobban ápoltabbak, mint az átlagos hétköznapokon. Ugye a fogatosok is szépen kiöltözve, tehát azért megadják a módját annak, hogy az esemény alkalomhoz illően öltözzenek. Hát teljes mértékben az önkormányzat rendezi az eseményt, meg ugye egy nagyon jó barátommal közösen. Tehát itt nálunk már megszokott az, hogy ha van egy valamilyen rendezvény, ugye az ételfogyasztás az ingyenes. Tehát itt a nyugdíjas, az Aranyalkó Nyugdíjas Klub tagjai reggel lángossal várnak mindenkit, utána napközben ugye most például 3 birkát vágtunk, abból van birkapörkölt, szarvaspörkölt, marhapörkölt, meg ez az erdélyi húsgombóc leves még mellette, úgyhogy senki nem fog éhezni a mai nap folyamán. És valóban, a tolnanémediek híresek vendégszeretetükről, amiből a fogadhajtó verseny alkalmával sem volt hiány. Az asszonyok szorgosan nyújtották és sütötték a lángost, hogy mindenki frissen fogyaszthassa. Eközben javában zajlott a pályán a fogadhajtó verseny. A látogatók a kissé kellemetlen időjárás ellenére sem panaszkodtak. Többen kilométereket utaztak, hogy le ne maradjanak az eseményről, és hogy mit is szeretnek a fogadhajtó versenyekben. A Kölesről érkezett Borza Józsefné elárulta. Versenyt, meg az ismerősöket, nagyon sok lovas barátunk van. Hát mi már 15 éve járunk. Hajter József Zicsi Újfaluból érkezett, és mint mondta, nem tudnák elképzelni szabadidejüket lovak, lovas versenyek nélkül. Szeressük az állatot, és minden egyes fogadhajtáson ott vagyunk. Akár mára mennek mindenhol, a megyében is, megyén kívül is, mindenhol ott vagyunk. Fritz József, aki már 10 éve versenyez, elárulta, hogy a sok gyakorlás, a lovak ismerete nélkülözhetetlen a jó versenyzéshez. Az előbb látott akadályhajtást egy verőhibával fejezte be a fogat. Magyar félvér fogat, egy herélt és egy kanca, 9 évesek, második évük együtt versenybe. 20 akadály volt, 24 sejgopár, ha jól tudom, 26 talán. Eddig még nem rossznak számít ezen a mai napon. De aztán majd délután kiderül, hogy sok minden változhat még. A segédhajtó feladatai közül az egyik legfontosabb a szabályos ülésmód. Pontosan kell tudnia, hogy mikor, miben és hogyan segíthet a hajtónak anélkül, hogy pontlevonással büntetnék a fogatot. Hogyha valami történik a hajtóval, akkor a segédhajtó egyből tud cselekedni, mert egy biztonságérzetet ad. Kiskorom óta nagyon álmom volt, hogy lovaszhassak, lovagoljak, és végül mindent csinálok. Fogadhajtásban segédhajtó vagyok, meg már lovagolok is. A Tolnanémedin immáron harmadik alkalommal megrendezett fogadhajtó verseny ismét nagy sikert aratott. Nem csak a helyiek, a környékbeliek részéről, hanem a verseny iránt rajongók körében is.